Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételten gyereki érdekes, illetve zenei témájú történettel szeretném foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Restage Dream Days. A Restage Dream Days műfeltekintve a dráma és a musical kategóriájához tartozik. Maga történetünk legelőször light novel formájában jelent meg a Yori Team jó voltából, akik 2015 és 2018 között összesen 3 kötetnyi light novelt publikáltak. Ez követően jelent meg 2017. július 31-én az iOS, illetve az Android alkalmazásokra Hotarubi jó voltából a játék is, majd legvégezetül maga az anime, mely 2019. júliusa és szeptembere között 12 rész formájában jelent meg Shin Katagi rendező, illetve Yasuko Kamo, Yoriko Tomita és Tatsuhiko Urahata forgatókönyvírók által. Történetünk egy fiatal középiskolás diáklánnyal, Shikimiya Manával veszi kezdetét, aki előző élete elől elmenekülve kezdi újra a diák életét a Takao középiskolában. Ugyanis korábbiakban a Maraoshi Idol képző akadémia diákjaként egyszerre kellett megküzdenie az akadémia katonás légkörével, illetve sztár nővérének, Shikimiya Aonénak az árnyékával is. Azonban egykori szenvedélye így sem kerüli el őt, és végül az iskola kis idol csapatához is csatlakozik, ahol többek közt olyan társakkal állhat fel egy színpadra, mint a Failing Hiragi Kae, az Airsoft Club elnöke Honjo Kasumi, a diák tanács alelnöke Hasegawa Minori, a klub elnöke Ichikishima Mizuha, és a vele egy idős szupertehetség Tsukisaka Sayu, akikkel közösen számos nehézséget és lelkisebet is leküzdve kihívják Japán idolsztárjait maguk ellen, hogy egy napon végül ők állhassanak a porond legmagasabb fokára. Összességében nekem tetszett ez a történet, amely számos érdekes fordulaton is túl egy jó hangi és képvilággal is rendelkezett. Tetszettek a karakterek különbözőbb háttere is, valamint az idolvilág különös bemutatása, mint profi pénzügyi piacé. Talán egyetlen hibának a helyenként gyenge CGI-t hoznám fel. Azonban, ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Restage Dream Days egy 10/9-es alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!